Na, sziasztok! Szép napot mindenkinek! Újból innen a Mami konyhájából! Szia, Mami! Sziasztok! Mi újság van, Mami? Hát, hogy kicsit vagy? El vagyok veszve. Hát tudom, sok idő eltelt. Itt vagyunk, de mindig gyerek. Örömmel jövök hozzátok újdonsággal. Hát, na, mi ott hoztál ma nekünk? Fog lenni egy fasírt. Ez a Mami féle fasírtja. Hát az eredetitől igazából nem sokat változik. De mutatom. És akkor a sütőbe lesz sütve, paradicsom pürébe, krumplival együtt. Hmm. De majd ezt látni fogjátok. Jól hangzik. Ez egy nagyon egyszerű kis ebéd. Na, és akkor mutatom, hogy mi kell bele. Hát ugye nem egy nagy száma fasírt. Ez egy 80 deka darált húsi. Bele megy egy áztatott zsömle. Kettő darab tojás, petrezselyem, hagyma, fokhagyma. Én ezeket összeállítom, és akkor ki fogom gombócozni, és akkor megy bele a két tojás, akkor megy bele a zsömle. De ezt is tejbe szoktam áztatni, de most nincs itthon tejen, egy zsömle, és akkor ha nagyon puha még, akkor pótolni lehet egy kis zsemlemorzsával. Így. Ez egy nagyon egyszerű kis finom ebédke. Tényleg nagyon gyors. Munka után hazajöttök. És akkor rögtön lehet sütni. Teszek bele egy kis petrezselymet. Na most én a hagymát most nyersen fogom bele reszelni, meg a fokhagymát, de aki szereti, az pirítsa le. Egy pici kis zsemlemorzsát bele. Só bors. Én a fasírtba soha piros paprikát nem rakok. Én nem szeretem, de ajánlom, hogy egyszer próbáljátok ki, aki szereti a fasírtot, hogy próbáljátok piros paprika nélkül elkészíteni, az íze sokkal jobb lesz, mert ugye ez a paprika megég, ez egy furcsa kesernyés íztad a fasírtnak. Tényleg a Maminak a fasírtja az, az number one, tényleg. A sütést is meg fogom mutatni, hogy én hogy szoktam sütni. Jövök egy kicsit a sóbors. Aztán tölteni kell, nem csak van benne, de hogy teszek benne. Ez pont elég. Sót mindig csak annyit, hogy majd utána lehet. És akkor nagyon fontos, hogy ennek a fasírt húsnak, hogy egy picit álljon. Mert ugye, hogy összeálljonak a ízek, elolvadjon benne a só kellőképpen, meg így össze is áll. Na, már látni lehet, hogy ez már kezdem, még jövök a fokhagyma és akkor a hagymával, amit én reszelni fogom. De tudom, sokan pirítsátok a hagymát, fokhagymát. De próbáljátok ki így is. De így is nagyon jó, mert végül is két sütési fázist fog kapni. Úgyhogy ez ugyanúgy megadja a ízét. És akkor eszelek benne körülbelül ennek a hagymának a felét. És amíg ez sül, ez körülbelül egy fél órás ebéd, vagy vacsora is lehet, kinek mik hogy készíti, milyen időszakban.
Na, ezt hagyom egy kicsit állni, egy olyan 10 percig körülbelül, és akkor addig még ez áll egy picit, jövök a kanapéval, hol a pucolom. Van nektek ilyen nagyobb krumplitok? Hát még jó, ha ennél is nagyobb, de most nekem ettől nagyobb nincs itthon, de ez szerintem ez már így tökéletes. És akkor ezt karikákra, minthogyha rakott krumplit készítenétek. És akkor ezzel fogom a tetejét beborítani. Én szeretett krumplival. Na jó, akkor pucod meg a krumplit, és akkor jövünk vissza. Gyerekek, a krumpli pucolás kész van. Ja. Fel fogom szeletelni, így nyersen. Na és ma a fasírban még én egy mustár. Ilyen kis kávés kanálnyi mustárt teszek. Így. Ízt ad neki. És akkor jöhet a gombócozás. Most egy picit állt, és akkor ugye így eltűnnek ezek a zsemle darabok is. Na, amikor már így jó összekavartuk, akkor vizes kézzel ilyen nagyobb gombócokat formálunk. Így ezek ilyen nagyobbak legyenek. És amikor ezt én így kigombócolom, akkor majd mutatom a többit, hogy én hogy szoktam. Ezek ilyen jó nagy méretes. Érdélek kell ilyen nagy? Hát tudod, én így szoktam. Én ha... Jó, hogy ilyen laposat szoktál, hogyha úgy simán sütött ki. Fűzelékhez vagy. Igen, ilyen nagyot, és akkor kilapítja. Így. Hát ez egy szelet bőven elég. Ugye ez krumplival lesz megsülve. És akkor én ezt csak lepirítom, nem fogom készre sütni. Csak átpirítom mind a két oldalán, nagyon pici kis olajon, és akkor mehet a tepsibe. Ebből jó sok lesz. Hát most ti is visztek, hogy Tina ne főzzön, hazajön, tud enni. Ja. Hát egyébként ez ki fog sülni, azért nem lesznek ilyen nagyok, de ennek ez a lényege, az én fasírtam az ilyen. És azért kell a vizes kézzel, hogy ezt tudjuk szépen formázni. És akkor az első mindjárt megy a morzsába. Na és akkor én ezt így szoktam. Így. Igen. De ez olyan finom, gyerekek, ez a... ropogós, a közepe nem fog vizes lenni. Ez nagyon szépen megsül, mind a két oldala. Csak kell nekem egy tálca. Hol van? Kivegyem? Rakom. A sütőt már be is kapcsolhatom. És akkor de hülye vagyok, ezért még nem akarom teked már vissza, és akkor ezt kapcsolj be nekem. Vagy jó van. Ne? Ezen a gyermek záron van. Így, egy hetesre teszem. És akkor nagyon pici kis olajon.
Előtte megsütöd. Igen. Előtte megsütöm. Így át lehet fordítani. Mint egy rántott hús. De tényleg ez így nagyon-nagyon finom. Ezt tényleg próbáljátok így ki. Aki még így nem készítette. Én nem szeretem ezt a nagy vastag gombócokat, a nyers közepe, én nem szeretem. Hát igen, ilyen, azért ilyen nagynak nehezen sem. De nem is eszek sehol fasírtot. És a paprikát hagyjátok ki. Nagyon-nagyon fontos. Ki hogy szereti? Hát most nem kötelező, csak amúgy is ígértem, hogy mamiféle fasírt. Aztán tegnap nagyon mondta Zoltán, most van ideje, Tinás dolgozik. Azt mondja, hogy mondtam, valamit. Gyorsan melló után bejövök. Gyorsan valamit azt mondja, hogy... mondtam, találjon ki valamit. Ja. Ez tényleg egy gyors, ha nem is krumpival, de... mondjuk egy borsófőzelék, vagy most nagyon ez a zöldbab, az mellé is nagyon-nagyon jó. Na. És akkor ahogy melegszik az olaj, már tehessük is az első kettőt. Na, gyors késmosás, és akkor... Na, így néznek ki. Így néznek ki. Tényleg egy gyors ebéd. Hazajöttök a munkából is. Hogy este össze tudjátok állítani a fasírtot. Igen. És akkor hazajöttök. Be a sütőbe. Ezt torkátra vágom, és akkor megy a sütés. Érdemesebb egy ilyen teflon edénybe sütögetni. Hát, ez még... Jó, hát... Még kő neki. Addig felszeletem a krumplit. Karikákba lesz? Aha. Ilyen vékony karikákba szeljétek föl, így hosszába. Így. Hát most, ha... van nektek nagyobb krumplitok, az még jobb. De most nekem csak ez van itthon. Néhogy ez kimondottan nagy krumplik jön. Ilyen jó kis vékon szeletekbe. De egyébként ugye ez még új burgonya, de nagyon hamar megfő. Hát egy 30-40 perc, aztán kész van minden. Na, ilyen jó. És akkor ez már nem igényel semmilyen fűszer. Majd fogom a paradicsomot egy kicsit fűszerezni, mert nem találtam most ezt a üveges olasz fűszeres paradicsomot. Azt szoktam venni, de nem kaptam. Abban van bazsalikom, meg hát abban már mindenféle finom, tényleg az nagyon jó. Én mindig azt használom. Tehát majd most én azt kiöntöm, és akkor
fogom egy picit majd bazsalikommal, meg pici borsot teszek bele, kis cukrot, és akkor felöntöm az egészet. Na, most már szerintem ez okés. Ez tökéletes. És akkor ahogy sül, na most ebbe szeretném, de hát most nálatok van már annyi tepsim, hogy jaj, csuhaj. És akkor ahogy sül, rögtön rakom át ide. De majd ez szépen össze fog sülni, ezért nem lesznek ilyen nagyok. Olyan ropogós ez a pasírt. Igen. És nem sok olajon kell. Elég egy deci, másfél deci olaj. Mert az ügyesült. Amíg én megnézem ezt a paradicsomot, hogy ez milyen. Talált az is fűszeres, nem? Vagy sima? Lehet, mert van rajta bazsalika. Sétegélnek. De jó illata van. Mi kóstolom, hogy milyen? Mert szerintem ez sima. De már kétetéleti, de nézem, sokkal jobban meg szoktam szükni. Tehát a kígy ugye elég megsütni, mert még megy a sütőben. Igen, mert én ilyenkor nagyon rád szoktam pirítani. De ennyi bőven elég. És akkor megnézem ezt a kis paradicsomot, hogy ez ízben milyen. De van bazsalikom. Hát olyan nagy fűszert nem igényel, mert teszek bele egy kicsi borsot. Mégis akkor sót. Meg kicsi cukrot fogok. Szeressük ezt a paradicsomot egy kicsit édesebben. Jó. Én ebben raktam két evőkanalat, kanál cukrot. Akkor fogom állni egy kicsit, és akkor utána majd még kóstolok, hogy
van itt a bazilikum, akkor még majd a tetejére fogok tenni belőle. De akarod, hagyok neked így. Nem, te hogy? Szerintem. Sok lesz, vagy sok nem? Lesz, akkor majd így megsüssül. Jó, ja, ami fagy marad, ezt süss meg, akkor jól, és akkor ez. Most így nasiként elfogyasszuk. Ja. Elropogtassuk. Picit pótolom az olajat. De most már én ezt lejjebb veszem. Jó, akkor még kisütöd a maradékot, ami ott van, ugye? Igen. Jó, akkor gyerekek, kiszűssük a maradékot, és akkor jövünk vissza. Itt is vagyunk. Na, itt a frikadellám, ennek egyébként ez a neve. És akkor rakom rá a krumpli szeleteket, ahogy jön, de lehet ez a krumpli sok. Nézem, vannak egy nagyobb szeletek. Hát, ahogy jön minden. Így. Így sok lett a fasírt is, úgyhogy hát ez majd kettő marad, azt majd megesszük úgy. Ja, megokattassuk úgy. Natúrba. Krumpi is sok, de majd kisütem. Ja, majd ráenged tüzet, azt majd kisütem. Ja. Nem akarok olyan sokat, mert nem akarom, hogy itt maradjon. Mert majd a Felix Zoltán elviszi. Na így, hogy egy kicsit azért betakarja a fasírtot. Na most itt ez a paradicsom sűrítményünk. Tettem bele borsót, sót, cukrot, és akkor teszek bele egy kis bazsalikomot. Ugye a paradicsom az nagyon jó. A sütő az be van kapcsolva, és akkor ezt így felöntjük. Kiöblítem egy kicsi ízzel. De jó. Milyen illata van. És akkor mehet a sütőbe. Teszek rá kicsi kis. Hát nem tudom, hogy tegyek-e fóliát, vagy ne. De? És akkor megmaradt egy pici kis hagymány. Nem dobom ki. Ezt így mellé rakom. Majd amikor ez már kész van, akkor teszek rá majd mozzarellát. És akkor még az rá fog sülni a tetejére. Na, és akkor mehet a sütőbe. Hát most csak ilyen 200 fokra tettem, hogy azért krumpli süljön meg. Akkor még van ez a két fasírta. Hát ez egy kis-kis-kis. Na jó, gyerekek, akkor jövünk a végeredménnyel. Megvárjuk, mi kisül, megmérjük, mennyi időt sül. Jövök a... És akkor majd jövünk egy sütivel. Összetakarítgatok. Ja, rendrakás, stb. És jövünk. Mosogatok. Na gyerekek, itt is vagyunk. Na, készült ez a kis... meg. Ebédünk. Annyit változtattam rajta, hogy volt nekem itthon ez a ilyen sajt. Mozzarella. Mozzarella sajt, még ezt fölkarikáztam, és akkor a végén a tetejére tettem, de el is hagyhatólás a paradicsom szósz. Gyerekek, olyan illatok vannak. Ez nagyon szépen, lássátok, annyira besűrűsödött, jó zaftos, nem száraz, ebben nem került semmilyen zsiradék. Na és akkor... jövünk a tál, közben hazajött a Tina is már. Ja, közben elmentem, amíg sült. Körülbelül egy 40 percet, hát 40-50 percet sült.
Aztán rájöttem, hogy egy kis zsírpapírt a tetejére tettem, nem akartam, hogy esetleg a paradicsomlé megégjen, de így tökéletes lett. Úgyhogy most jövök a... Na, akkor tálalj ki, mert én már éhes vagyok. De munkás emberek vannak itt. Igen, igen, igen. De nagyon jól néz ki. Na, olyan illat van, hogy bejössz a lakásba is, hogy... Kezdjem meg. Hát itt a szélét szerintem. Itt a fasírt, nem akarom, hogy kimaradjon. Na, ott az a fasírt benne. Jó, elég is. Elég ennyi? Persze. És akkor meg lehet még szórni egy kis petrezselyem zölddel. Hát ezt nagyon jó kitaláltad, mami. Ez egy, hát krumpit még rakok ne, neked azért. Jó, oké, úgy jó. Na. És akkor majd szed magának a tina, mert ő nagyon... Hát szerintem majd... Nagyon keveset eszik. Na, majd jövök a sütikével, addig... Igen, a gyerekek úgy... is, hogy dolgoztam. A következő videó egy süti lesz. Na, lehet, hogy ízleni fog, de lehet, hogy nem. Te kóstoltad már? Nem is kóstoltam. Na, kóstolj bele, akkor nyugodtan. Azt rád bíznám. Nagyon meleg még. Jó meleg, mi? Isteni finom lett. Finom édes a paradicsomtól, mert ugye... Igen. Cukrot raktam bele, és nézzétek a fasírtot, úgy szépen egyben van. Na gyerekek, úgyhogy készítsétek na. El, mindenképpen szerintem. Köszönöm ez... szépen, hogy itt voltatok velem, és jó étvágyat kívánok, ha el fogjátok készíteni. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és akkor jövünk a következő videóval, egy sütikével. Úgyhogy vigyázzatok magatokra. Nagyon gyors kis sütivel. Így van. Na, puszi. Sziasztok!